Nem bírok már egyedül beszélni. Mást akarok dirigálni, hogy beszéljen. Ez a legrosszabb. Borka, nem akarod elmondani ezeket inkább? Mit akarsz mondani? Akkor már ketten vagyunk. Hogyha már ilyen jó idő van, akkor forgassunk itt. Amúgy itt akartam csinálni a... Jól van ez így, is ez egy adásán, de még addig nem jutottunk el, hogy sokkal el kiköltözzünk. Gondolkoztam, hogy milyen videó legyen a héten, és az előző az eléggé sok embert érdekelt, még hogyha megosztó is volt, de úgy alapvetően sok embert érdekelt, akkor gondoltam, most benyomhatok egy olyan videót, ami viszont sokkal kelni. Egy kisebb közönséghez szól, de ők lehet, hogy értékelik. Szóval most egy ilyen réteg rész következik, azt gondoltam, hogy nem próbálunk rálicitálni az előző hetire. Eszembe jutott ez a kifejezés, amit a youtuberek csomószor használnak, főleg a hát általam is sokat kritizált youtuberek, amikor felmerül kritikaként náluk az, hogy kifogásolatot tartalma, hogy úgy mondjam, akkor egy csomószor az van, hogy az emberek csak ugye ki akarja kapcsolni az agyukat, ne kelljen arra szutykos életükre gondolni, ami ilyen depresszívvá tesz az összes napjukat. De hát amúgy nem gondolom, hogy az emberek mind depressziósak, nem? És amúgy itthon kifejezetten hiányolom az ilyen olyan csatornákat, ami külföldön elterjedtek ezek az ismeretterjesztő csatornák, ami nem azt jelenti rögtön, hogy arra kell gondolni, hogy ilyen nagyon unalmas, száraz dolog, de hogy a tudományról nagyon sok érdekes dologról lehet beszélni, és nem tudom, hogy itthon ennek nincs akkora közönsége, vagy csak még nem kezdte el senki, nagyon kevesen nyomják, de például ott a Dörner Csenge láthatóan azért van igény arra, hogy akár egy igen specifikus, meg száraz téma, mint a gazdaság, azt is szórakoztatóan össze van foglalva, és úgy, hogy ezt meg lehet emészteni, és érdekes, és jó stílusban, akkor az emberek szívesen hallgatják, csak itthon szerintem ez még annyira nem alakult ki. Ahogy nő fel a YouTube közönségen, egyre nagyobb igény lesz olyan csatornákra is, ami nem csak arra van, hogy kikapcsolod az agyat, mert amúgy értem az embereket, amikor ezeket a trash-eket nézik, meg trash reality-eket, bár én nem örülnék, ha tartalomgyártóként be kéne magam rakni abba a skatujába, hogy ezt csak kikapcsolt agyal lehet nézni, meg úgy, hogy utálod az életed. Jó, most tudom, hogy túlzok. De amúgy ezzel sem értek egyet, hogy nem lehet szórakoztató formában átadni érdekes, vagy legalább ami érdemi dolgot. Legyen az egy érdekes infók, legyen az egy vélemény, legyen az valamilyen társadalmi kérdés. Szóval ezeket szerintem be lehet azért csomagolni. Hát én, meg mi ezt próbáljuk már évek óta, hogy eltalálni ezt az arányt, hogy lehet szórakoztató is, és hogy lehet valami értelme is. És valamennyire láthatóan azért van erre igény, de szerintem még azért nagyon sok csatorna elférne a magyar YouTube-on, ami egy kicsit ilyen, hát olyan dolgokkal foglalkozik, ami egyelépületesebb. Szóval érthető a tartalomgyártók részéről ez a betakarózom ezzel a dolga, hogy hát igazából ezt agyhalott állapotban lehet nézni, de szerintem ez egy lusta dolog. De amúgy többen is bizonyították, mint például sokak által felhozott Magyarosi Csaba is, hogy igenis lehet akár egy vlogba is tartalmat is vinni és szórakoztatni is. Én nagyon elvesztegetett időnek érezném azt, amit ilyen teljes mocsok trash-sel tölt az ember, ami elkerülhetetlen. Én is nyilván nézek ilyeneket néha, de hogy így annyira rá lehet szokni arra, hogy ilyen semmilyen, az a baj, nem is semmilyen, hanem annyira kaptafára föl vannak húzva gyakorlatilag. Megvannak ezek a panelek, amiből összeépítik az ezredik valóságsót. Megvan, hogy hogyan kell vágni, hogyan kell a zenét alárakni, hogyan kell a drámát fokozni, meg irányítani a szereplőket, hogy olyan legyen, hogy pont még mindig megnézd a következőt, mint ezek a mobil játékok, amik csak arra vannak, hogy függőséget okozzanak. Ugyanígy az ilyen semmit mondó vlogoknál, meg ilyeneknél is megvan, hogy tudják, hogy hogy kell összerakni, csak a tartalmas semmilyen, és erre lehet, hogy benne lehet ragadni, mert azt mondod, hogy jó, itt van ez a semmilyen videó, ez elpötyög a háttérben, ahelyett, hogy beraknál valamit, aminek egy kicsit is értelme van, és akkor az agyad inkább így mindig a kevesebb ellenállás fele megy. Nehéz visszaállni valószínűleg az értelmes tartalomra, de hát próbálkozni kell, vagy áttörni ezeket a falakat. Lényeg, hogy a tartalomgyártóktól én ezt lusta dolognak érzem, és biztatok mindenkit arra, hogy ha más nem, legalább egy eredeti dolgot rakjanak bele, egy érdekes dolgot. De nyilván az a másik fel, amikor meg valaki egy szerinte fontos témáról beszél, vagy tényleg fontos témáról beszél, vagy értelmes témáról, és akkor lenézi a szórakoztató tartalmakat, amit meg több tízezren millióan néznek, mert hogy ő értelmes dolgokról beszél, és hogy lehet, hogy ez csak 10 embert érdekel, és akkor ki van, hogy szar a világ, meg mindenki hülye, de közben arra meg nem gondol, hogy ez hogy lehetne szórakoztató. Szóval ez a két végletet érzem egy csomószor, hogy valaki csak arra gondol, hogy tartom mindegy, csak legyen valami, hogy brendeljem magam, meg hogy az influencer létemet fönntartsam ezekkel a videókkal, másik meg, hogy az egy dolog, hogy valamihez értesz, valamit érdekel, vannak érdekes témái, de hogy az meg megint egy külön szakma, hogy ezt videóban is át tud adni élvezetesen.
és csomószor azzal takaróznak emberek egy kicsit snob módon, hogy hát, hogy ők sok értelmes dolgot mondanának, vagy mondanak, de nem gondolnak arra, hogy ez hogy lehetne emészthetőbb, meg érdekesebb, és az világ majd igazodjon hozzájuk, hogy majd még fel kell nőni a társadalomnak, de szerintem ez a másik hozzáállás, ami nagyon lusta és snob. Igenis, el kell találni a kettő között egy ilyen érdekes mesdjét. Szerintem valahol ez motiválnia kéne az embereket, hogy basszus, ezen a határmesdjén mozogni, ezt eltalálni, az az egyik érdekes része ennek az egész tartalomgyártásnak. Legalábbis engem ez nagyon érdekel. És akkor nyilván néha elbillensz egyik vagy másik irányba, mint most én elbillentem abban irányba, hogy ez a videó lehet, nem lesz olyan szórakoztató. Annyi érdekes dolog történik a világban, és annyi érdekes téma van, amit meg lehet ragadni, szóval nagyon sajnálnám azt az időt, hogyha visszanéznék, és bár évek óta csak trash videókat nézek, meg YouTube balhékat, és akkor magam ellen is beszélek amúgy. Én nekem is azért YouTube-on voltak balhéim, engem is szórakoztat, ha megnézek egy-egy ilyet, de nem csak ilyet. Úgyhogy én azt mondom, hogy nyugodtan lőjük egy kicsit magasabbra az elvárásokat a tartalomgyártók felé. Majd mi is fogunk próbálkozni, mert nem csak pofázni akarok erről, bár szerintem azért a mostani műsorok is próbálunk azért ennek megfelelni, hogy néha azért legyen benne gondolat, legyen benne valami érdekes, legyen szórakoztatáson kívül valami más is benne pluszba, de tervezünk egy új csatornát majd, amit még nem is mondok el így összességében. Amúgy kíváncsi vagyok, hogy van-e még valaki ott kint, aki itt most nézi, azok közül valaki, aki úgy érzi, hogy egy jó előadó lenne egy valamilyen tudományos témában. Én azt szívesen ránézzük, megnézzük őket, szóval tessék itt egy e-mail cím. Küldjetek rövid, max. 3 perces videókat, amiben elmondjátok, hogy ti milyen tudományos témáról készítenétek videókat, így rendszeresen. És akkor megnézzük, hogy milyen téma az, amiről szívesen beszéltek, mennyire jó az előadókészségetek, és hogyha 100 emberből már találunk egy nagyon tehetségeset, akkor annak nagyon fogunk örülni. Nem tudom, legyen az a fizika, legyen az a űrkutatás, legyen az a... Ja, fizika az jó lenne, kémia, ilyenek. Az a lényeg, hogyha bármilyen szórakoztató, ismeretterjesztő műsort vezetnétek, akkor jelentkezzetek. Nem lesz publikusak azok a videók, csak mi fogjuk megnézni, és hogyha valaki egyszerűen annyira fantasztikusan jól annak, majd vele úgyis felveszünk a kapcsolatot. Itt a lehetőség a Cérna gyárba csatlakozni. Gondoltam, hogy nem csak magyarázok, hogy szerintem milyen érdekes dolgok vannak az interneten, hanem példákat is hozok erre, mert mindig csak, ugye én csak fikázódni tudok, mint tudjuk, de néha napján ajánlok csatornákat is, és néha még amúgy jót is tett egy-két magyar csatornának az elején az ajánlás, és ez tök jó. Nyilván amúgy is kinőtték volna magukat, csak hogy az elején mindig jól jön, amikor egy csatorna kicsi, hogy ajánlja valaki, aki több emberhez elér, de most nem magyarokat fogok mondani, és igen, erről is lehetne egy pár szót mondani, ezt tudom, már többször előjött mostanában, sokan mérgesek voltak a kommentekben, de sajnos meg kell tanulnatok angolul. Ezt nem lehet megúszni, hogyha szeretnétek a világ óriási szeletére rálátni ezen a kis szeleten kívül. És tudom, meg lehet tanulni németül és spanyolul is. Nagyon sok dolog elérhet a németül és spanyolul is, de akkor is én sem tanultam általános iskolában sem angolt, azt hiszem, akkor németet tanultunk, utána később is azt hiszem a német volt a fő nyelvem. Én is viszonylag későn jöttem be ebbe, de egy csomó angol tartalmat fogyasztottam, meg egyszerűen angol podcasteket hallgattam, amikor az volt a munkám, hogy szkennelje, jó volt. És akkor egyszerűen rám ragadt valamennyi. Értem, hogy nem csak az angol létezik, de akkor is az angol a világnyelv, és lehet megsértődni ezen, lehet kapálózni ezzel ellen, egyszerűen ez attól még tény. A világtudásának nagy részeitől a zenék, a filmek, a kultúra, tudomány, mindenféle szórakoztató ipari termék nagy részétől elzárod magad, meg még attól is, hogy mondjuk egy legtöbb emberrel, hogyha külföldi és találkoztok, akkor azért az angol az általában az a közös dolog, amiben itt lehet elmakogni. Magától értetődőnek tűnik, hogy csomó ember tud angolul, de azért Magyarországon még mindig meglepően kevesen tudnak annyira, hogy mondjuk meg tudjan hallgatni egy angol YouTube videót és meg is értsék. Bár most már egyre jobb a hangfelismerő, szóval angolul tök jobb feliratozik a YouTube akkor is, hogyha nincs előre felirat bekészítve, hanem csak így hang alapján felismerni az angolt. És amilyen jó a ChatGPT, szerintem pár éven belül itt bármilyen angol YouTube videó magyarul lesz feliratozva automatikusan, azt gondolom. Már tartunk ott, hogy ezt már lassan meg lehet valósítani. Szóval ilyen szinten is érdemes körülnézni, hogy milyen csatornák vannak angol nyelveken, mert egyszerűen most már tényleg a felirat az ott lesz, mindenkinek elérhető lesz. Összefoglaltam 10 kategóriát is, amiben ajánlok csatornákat. Ezek mind ingyenesen elérhető szórakoztató tartalmak, amik ismeretterjesztőek, és nagyon sok olyan van, amit akár kikapcsolt, aggyal is nézhetsz, akkor is érdekes lesz. Az első kategória, amit megjelöltem, az az
érdekesség kategória, ami ez tényleg nem ilyen kőkemény tudomány, hanem egyszerűen csak nagyon-nagyon sok érdekes témát hoznak elő. Az első a ez a csatorna, Answering Progress. Hát nehéz megtározni ezeket a csatornákat, mert nagyon sokfajta videó van. Például itt van ez a videó, ezzel emlékszem, hogy vannak ilyen rengeteg a városokban ilyen háznak álcázott nem házak, és hogy ez mitől van, és miket rejtegetnek ott az állam előled. Szóval nagyon sok érdekes témába belemennek, és szórakoztatóak. TED Talkok az nekem néha túl sok, de a TED-Ed, ami gondolom a TED Education-nek a rövidítése, ott nem beszédek vannak, hanem ilyen, ugyanilyen, nézzétek, ilyen rövid, szórakoztató érdekességek, úgyhogy ezt is mindenkinek ajánlom. Emészhető formában vannak, szóval nézzétek, animációs, ilyenek hiányoznak itthon, csak hát ilyen itthoni piac nem biztos, hogy eltartan egy ilyet. Aztán egyik személyes kedvencem a Tom Scott, őt is kiemelném. Ilyen a legfurább helyekre elmegy a világon, ahol ilyen nagyon olyan dolgok léteznek, amik sehol máshol. És egyszerűen ez is ilyen nagyon egyszerű videók. Elmegy arra a helyre, megmutatja, hogy mi történik itt, azt ennyi. Csá! Amúgy bírom a Tom Scott stílusát, nagyon ilyen minimalista, és lényegre törül. Egy vloggernek valahol ez lett volna a lényeg, szerintem, hogy ilyen nagyon-nagyon érdekes helyekre elmenjen, nagyon érdekes dolgokat megmutasson. Mások meg elmennek mindenféle, és megmutatják a tipikus turista látványosságokat se. Arról lehet csinálni egy 20 perces vlogot, ő meg nagyon érdekes dolgokról össze tudja foglalni 5, néha 3 percben. Szóval ezért szerintem nagyon érdemes nézni, nem rabolja az idődet amúgy. A Vox, ami nem tudom, a Vox-szal most mi van, hogy ez most megszűnt, felvásárolták, de amúgy alapvetően én a Vox-ot nagyon szeretem. Ezeket az annyira jó stílusra csinálnak ilyen kis doksikat. Hogyha van Netflixetek, akkor azt hiszem a Vox készítette, vagy Vox-szal együtt készítették oda a Explained nevű sorozatot ott, és nagyon érdekes témákat nagyon jó stílusban, ilyen 20 percben összefoglalnak. Itt is ezer fajta érdekesség van a tudománytól, a társadalomtudományokon keresztül, éppen aktuális eseményekig mindenről lehet itt érdekes videókat találni. És még van pár érdekes csatorna, ami ilyen érdekességekre megy rá. Nem mindegyikről beszélek itt most, hanem a leírásba beírom őket. A második csoportunk az a tudományos témákról beszélő csatorna. És ide beírtam például ezt a Big Thing. Tudjátok, ilyen okos emberek beszélnek okos dolgokról, és akkor ezekről vannak ilyen mindenféle hosszabb, rövidebb videók. Tényleg annyira érdekes téma van a világon, hogy így van több száz ilyen tudománnyal foglalkozó csatorna, és egyszerűen még így is folyamatosan jönnek ki videók, mert nagyon sok érdekes dolgokról lehet érdekes videókat csinálni. Úgyhogy ezért különösen szomorú, hogy itthon ez nagyon keveseknek sikerül. Aztán ajánlom akkor a Star Talkot, amit a Neil deGrasse Tyson készít, úgyhogy lehet is tudni, hogy kb. Ilyen fizikáról szól, űrkutatásról szól, vannak ilyen hosszabb adásai, amiben mondjuk valakivel beszélget, én azt hallgattam, amikor egy ilyen kvantumfizikussal beszélgetett hosszabban, vagy volt egy, amikor egy AI szakértővel, de van, amikor így rendesen az űrkutatásról beszélgetnek, szóval őt talán nem kell bemutatnom senkinek, azért ismerjük a legtöbben a Neilt. Következő Veritasium, ami az egyik legjobb tudománnyal foglalkozó csatorna, bár itt már azt gondolom, hogy ez inkább már lehet, hogy a mérnök kategóriába esik. Láthatóan amúgy igény van, hát nézzétek, csinálj egy videót, és majdnem 10 millióan megnézik. Szóval ezek tényleg baromi érdekes dolgok. Top minőségű tudományos csatorna, hát van is 14 millió feliratkozója. Őt is nagyon ajánlom, és akkor még linkelek még tudományos csatornákból is még párat. Na, egyik kedvenc kategóriám a világ működése, és itt fel is hozom rögtön az egyik kedvenc csatornámat, a Wendover Production. 4 millió feliratkozójuk van. Ezt úgy találtam meg, hogy a Mr. Beast mondta, hogy neki egyik kedvenc csatornája. De itt nem tudományos dolgokról van szó, hanem egyszerűen csak baromi érdekes dolgoknak mutatja be a hátterét. Mondok egy példát, hogy a mobilnet hogyan működik, és hogy volt ez, hogy kvázi ugyanazon az alapon működő technológiával hogyan tudnak egyre több és több embert kiszolgálni, és egyre több adatot. És ez is baromi érdekes videó, fel se fogtam amúgy. Akár hogy a koncert turnék hogyan működnek, a mindenféle ilyen rendszer a világon, amit így magától értetődőnek veszünk, bemutatja, hogy milyen összetetten működik. De egyik legérdekesebb koncepció YouTube-on, és nagyon jó a cell service, ezt nagyon ajánlom például. Egy 20 perces videó, eldobtam az agyam. A lítium elemek, hogy mi a probléma velük, és hogy miért olyan nehéz ezeket gyártani, és milyen kevés helyen lehet. Na mindegy, ezeket ajánlom, a Wendover az egyik legérdekesebb csatorna most szerintem az egész YouTube-on, és van egy ilyen alcsatornájuk, a Half as Interesting, ahol, hát ez gyakorlatilag ennek a laza verziója, hogy ilyen 4-5 perces videókat
több humorral, ami nekem néha azért már sok ez a viccelődés ezekben. Bulvárosabb, de ugyanúgy nagyon érdekes témákat foglalnak össze, amiből nem lehet egy 20 perces videót csinálni, csak majd 6 perceset. Például, hogy ha vajon miért másmilyenek a kólás dobozok, igazából nem is tudsz rá hirtelen rávágni valamit, de érdekes, amikor így végig levezetik, hogy ott miért maradt ez. Ezek csak ilyen kis érdekességek, de a másik ilyen csatorna, amit még ajánlok, és ez nagyon hasonló a Wendoverhez, az a Polymeter. Itt is ilyen hosszabb, összefoglaló, kicsit felderítő videók vannak. Az az érdekes ezekben a csatornákban, hogy nem gondolod, hogy ilyen témákból mennyi érdekes dolgot ki lehet hozni, csak azzal, hogy egyszerűen felderíted az összefüggéseket és a rétegeit egy-egy dolognak. Miért ki van bontva, hogy egyszerűnek tűnik, de hogyha ezt a problémát megoldod, az felhoz másik két problémát, ami miatt az egész elbukik, és akkor kezdheted előről, és rájössz, hogy bazeg, ez milyen összetett dolgok mennek a világban, aminek már megszoktunk. És itt kicsit ilyen jobban belemenni a történelembe, meg a politikába is, szóval ez is egy nagyon érdekes csatorna. Aztán, ha megyünk tovább, akkor a negyedik kategória a történelmi csatornák, mert ezekből is van tök jók. A History Matters 1,6 millió feliratkozóval rengeteg különböző témát foglalnak össze, sőt, elég röviden. Kings and Generals, de ezek amúgy lehet, hogy itthon nem mindenki ismeri, de több millióan követik ezeket külföldön. Ő azért a hosszabb videókat szokott, csomószor a háborúról, világháborúról, de van az Oversimplified, az meg mindenféle történelmi dolgokról, ahogy a nevében benne van, egy kicsit egyszerűbben próbálja összefoglalni nagyobb történelmi eseményeket. Ez is majdnem 8 millió feliratkozójuk van. A Weird History nevéhez hűen furcsa történelmi dolgokról szól, ami nem magától értetődő, hanem ilyen érdekességekbe megy bele. Ezt is nagyon ajánlom, ennek is már 5 millió feliratkozója van, de ilyen amúgy. Ide beraktam a magyar tökéletlen történelmet, mert van magyar is, szóval ne feledkezzünk el a történelmnél, legalább ezt fel, azért cicák vannak. És cicákkal mutatnak be dolgokat. Tehát csak 44 ezer feliratkozójuk van, és akkor itt legalább magyarul is meg lehet tekinteni a történelmi dolgokat. Aztán a ötödik témánk az ember. Ilyen orvosi csatorna nagyon sok jó van. Van a TikTokon egy csávó, akit nagyon szeretek. Olyanokat csinál, hogy a TikTokon aztán tényleg rendesen terjednek a baromságok folyamatosan, és ő ennek dibánkolja tudományos tényekkel, amikor valaki azt mondja, hogy tudtátok, hogy zabot enni nagyon egészségtelen, és akkor hivatkozik valami hülyeségre, és akkor ezeket mind megdönti, és elég hiánypótló munka. Ő most a kedvencem. Dr. Eads. Mindegy, linkelem őt is, jó? Hogy kövessétek be a TikTokon, hogy a tudománynak még legyen egy kis nívója. Ne csak az agyhalott idióták, de amúgy most akkor itt mondok egy csatornát, ami sajnos már nem olyan aktív. Will Schroeder elkezdett egy videósorozatot csinálni a boldogságról, és az annyira igényesen van megcsinálva, mint egy Netflix exkluzív. Úgyhogy ezt is nagyon ajánlom, meg amúgy is jók a videói, csak sajnos nem sok van. Még egy ilyen különlegesebbet is akartam ajánlani, ha már az emberről van szó, ami nem feltétlen tudományos, de gondoltam, hogy megemlítem, ez a Toraja. Jól mondom, ez egy lány, aki olyanokról csinál videót, hogy ilyen idegenekkel interjúztat. Gyakorlatilag ez a lényege. Eléggé bensőséges kérdésekkel. Nekem azért a kamera azért zavaróan arcba van tolva, de hogy így elég érdekes sztorikat hoznak elő az utca embere, amikor valami komoly kérdés van, és gondolom, hogy nagyon sok embert interjúztat, és abból bevágja a legérdekesebbeket, de az eléggé nyomasztó és vidám is tud lenni. Itt van egy kérdés például, hogy mondj egy idegent az életedben, akit valamiért megjegyezte. És akkor nyilván csomóan erre nem tudnak válaszolni, de vannak, akik igen, és ott tényleg nagyon érdekes sztorik előjönnek, szóval ezt ajánlom. Aztán természet, az is egy kategória. Real Science, tessék, az is egy jó csatorna. Itt is érdekes természeti videók vannak, mindenféle állatvilág, természet, stb. Magyaráznom se kell. De amúgy a National Geographicnak is a csatorna olyan, hogy oda nagyon igényes videókat felrak, szóval lehet, hogy egy csomó sorozatát felrakja, vagy részleteket belőle, nem tudom, de amúgy nyilván az egy név, ami a National Geographicon van, és ott nagyon jó a YouTube csatornája is. Periodic Videos, az szerintem a kémiával foglalkozik, hogyha ez érdekelne. Kémiáról érdekes videók. Megyünk tovább, mérnök, az egyik legjobb a Real Engineering, és ezek mind tényleg szórakoztatóak azoknak is, akik nem értenek hozzá. Pont azért, mert egy csomó érdekes dolgot meghallasz. Persze tudom, hogy a YouTube kommentelők nagy része mindig mindenhez jobban ért. Vannak ilyen tipikus arcok, akik ide elmennének, itt is beírnák, hogy ezt nem így kellett, aztán átmennek az Elon Muskhoz, beírják, hogy kellett volna azt a rakétát fölölni, és aztán átmennek a bankútihoz, hogy kellett volna ezt a számot megmixelni, és mindenhez jobban értenek. Ezek lesznek mindig, aztán meg majd ide jönnek, és elmondják, hogy nem ezeket a csatornákat kellett volna bemutatnom. De itt van például még egy csávot mondok, a Steve Mould, ez is egy mérnök, ki talán ebbe a kategóriára raknám. Tipikus olyan dolgok, ami tényleg
bárkinek érdekes lehet. Nem tudom, hogy hogy találtam már rá. A 8. a matek, ott is mondok akkor a number field. A matematika is egy olyan tudomány, amit mondjuk én matekfaktos voltam, szóval én amúgy alapvetően szeretem, de amúgy itt is, amikor elkezdenek nagyon magyarázni, akkor azért nehezen tudom követni néha, de ők is lelkesen, itt egy csomó szakértő van, akik mindenféle matematikai problémákat vagy dilemmákat megmutatnak, de nekik van alcsatornájuk, van a Stand Up Math, azt is ajánlom, az egy ilyen csávó, aki nem tudom, azt hiszem úgy találtam rá, hogy van ez a játék, hogy dobd le, és akkor bármelyik két kártyát kirakod, mindig csak egyetlen egy ikon van, ami egyezik. És hogy ezt hogyan oldották meg matematikailag, legyint ez, hogy egy társasjáték, igen, gyerekekkel szoktam játszani, de közben meg kéne csinálnod, akkor azért ez egy összetett matematikai probléma, hogy hogy csináld meg azt, hogy bármilyen két kártyát dobsz ki, csak egy egyezhet, de egynek mindig egyeznie kell. És akkor erről levezeti, hogy matematikailag ezt hogy oldották meg. Ez az érdekes ezekben a csatornákban, hogy van egy való életbeli probléma, amiben lehet, hogy bele se gondolsz, hogy milyen összetett dolgok állnak mögött. Zene. A zene is amúgy egy érdekes dolog, és nem csak a fantanót nézem, de itt van Adam Neely, akit ajánlok, aki meg így kicsit ilyen zene ellemzéseket csinál. Tudjátok, mostanában sok ilyen per is van, hogy őt beperelik, mert hogy elméletileg lopta a számot, akkor ezeket is így kicsit átveszi. A bíróságon elég lenne megmutatni ezeket a videókat, amit csinál. Szóval ezek nonsensek, ezek mostanában ezek a perek amúgy, ami Ed Sheerannel is volt, de hogy ilyen baromi művelt zeneileg és ilyen zeneelmélet. Ami szerintem én, mint zeneszerető ember, különösen érdekes nekem. De úgy van ilyen a Sandfield, a zenéről sem csak úgy lehet beszélni, hogy mi a jó vagy rossz, hanem itt is egy kicsit bele lehet menni a kulturális hátterébe, történelmi hátterébe, a zene felépítésébe, szóval nagyon sok érdekes dolog van. Ezt is linkelem a leírásba. A 10. témának meg csak beírtam, hogy egzisztenciális válság. Hogyha ezt szeretitek, hogy így megnéztek egy videót, és utána legszívesebben sírnátok, akkor Exurbia, így kell mondani ezt a csatornátokban. Hát igen, itt van Existence is Terrifying, ez van ide fölülve, és ilyen, hát ez egy más mindset. Ezt nézzétek meg, de nekem még másik kedvencem a Solar Sense, az is elég nyomasztó videókat tud csinálni ilyen dolgokról. Például önálló láttam először a Caretakert, arról csinált videót ugye a demenciás zenéről. Nagyon-nagyon érdekes videókat csinál ő is. Egy kicsit ugye ez már inkább filozófiába is átmegy. Kicsit ilyen doomer vibe-ok ezek, kicsit nyomasztóak. Hogyha van, akinek van ilyen doomer vibe-ja, akkor tessék, ezzel lehet mélyebbre süllyedni. És akkor ilyen pluszokat meg sem említek, ezek már csak a plusz egy kategória, hogy nyilván a V-Sauce, az ilyen klasszikus, minden ilyen tudományos csatornának az atya kb. Mindenkinél előbb elkezdte. Vagy a Kurzgesagt, azt megmondom elege. Ott az tényleg olyan, hogy az mindenki számára emészthető. És akkor még vannak ilyen klasszikusok, de itt olyanokat próbáltam mondani, amik nem feltétlenül magától értetődőek. Egy dolgot még hozzátennék, mert most ugye egy kicsit utána néztem ezeknek a csatornáknak, és pont a Vendover is csinált erről egy videót, hogy van egy streaming szolgáltató a Nebula, és azon viszonylag olcsón amúgy szerintem ilyen, azt hiszem, hogy most egy évre $30, egy egész évre $30 fizettem elő, és ott rengeteg ilyen online tartalomgyártót egyesítenek, akik ilyen ismeretterjesztő videókat készítenek. Csomó, amiről beszéltünk, ott is fönt van, vannak még exkluzívak, meg még lehet találni egy csomó mást. Meg ha erre a honlapra mész, akkor legalább nem terjed a figyelmed egy csomó main videó, mint hogy a, nem tudom, a Walter White az Dél-Amerikával változott. Én most ezt láttam, amúgy zseniális, de el lehet veszni a YouTube-on, ott meg legalább tényleg csak normális videók vannak. Szóval a Nebulát, akit érdekel, nézzen rá, aki nagyon-nagyon éli ezeket a videókat, mert ott még rengeteg ilyen található. Mindent beírok a leírásba, az e-mailt is, amire jelentkezhettek, hogyha szeretnétek műsort vezetni, vagy hogyha már vannak videóitok, akkor elég, ha azt linkelitek. Sok fikázás mellé gondoltam, ajánlok rengeteg csatornát, és akkor bármelyik téma érdekel, akkor itt van pár példa, hogy igenis tele van a YouTube jó tartalmakkal, és jó példák, hogy lehet érdekes videókat csinálni. Szóval nem akarok senkit nyomasztani, de amikor következnek nézed a trash szar videókat, amik csak arra vannak, hogy kikapcsolod az agyad, akkor gondolj arra, hogy közben percenként kerülnek fel érdekesebbnél érdekesebb videók is az internetre, úgyhogy akár azt is nézhetnél. Ne akkor gondolj arra, amikor a mi műsorainkat nézve, azokat nyilván ugyanúgy nézed tovább, de azért, ha már ennyi ideje YouTube-ozok, és ennyi csatornát így felhalmoztam magamban így a feliratkozásaimban, akkor megosztok párat, hát ha valaki szívesen néz ilyeneket is. Bár gondolom ez egy kicsit réteg rész lesz, megértem, de néha ilyen is kell. Azért jót teszem úgy szerintem mindenkinek a konkurenciát, hogy csináljátok az érdekesebbnél érdekesebb csatornákat, akár TikTokon is kezdjétek el, ott sokkal hamarabb fel lehet futni, és egy perces videókkal is. Hogyha tényleg érdekes dolgokról beszéltek, mert azzal mindenképp valami egyedit hoztok létre,
itthon, és arra szintén felfigyelnek egy idő után az emberek. Itthon a ismeretterjesztő csatornák nagyon hiányoznak. Mindenkit bátorítok, hogy itthon akár tudománnyal vagy ismeretterjesztéssel foglalkozó csatornát készítsen. Próbálja szórakoztatóvá tenni, próbálja a témákat jól megválogatni, mert itthon egy óriási betöltetlen űr. Ne lepődjetek meg, hogyha ebbe a légüres térbe majd mi is belépünk. Lehet, hogy hamarabb, mint gondolnátok. Tudjam. Figyeljetek! Ez jó? Jó, mindegy, vége van. Nem, hát nem egy videónket trash-el, nem másítom, mit kell csinálni. Ez van. Viszlát, vége van!